Egy testvérpár vonattal utazott Budapestről Romániába, amikor bűncselekmény áldozatává váltak. Rövid ideje utaztak, amikor a fülkében elaludtak, a két nagyértékű telefonjukat pedig kint hagyták az asztalon. Kihasználva az alkalmat, a folyosóról egy férfi belépett a fülkébe, és magához vette a mobilokat. A két sértett ajtócsapódásra ébredt, majd észlelték, hogy eltűntek a telefonkészülékek. Ezt követően értesítették a rendőrséget. A karcagi egyenruhások a kisújszállási állomáson igazoltatták a feltételezett elkövetőt, akinek táskájában egy ágyneműbe csavarva találták meg a lopott mobiltelefonokat. A 37 éves férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók kifosztás büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.